szükségesnek tartom megemlékezni azokról a volt barótiakról, tehát baróti lakosokról, akik megtartották nekünk a települést, illetve azokról, akik időközben ideérkeztek és otthonuknak választották, tehát ez nagyon fontos, mert hogy részt vettek a település megtartásában. Hozzájárultak sok mindennel. Illetve azért is fontos, mert fogyunk, és az emlékek is el fognak fogyni. Tehát lassan az emlékek eltompulnak, illetve a hátra maradottak nem fognak pontosan emlékezni történésekre, ezért szoktam kihangsúlyozni azt, hogy szükség van a fényképekre, illetve szükség van mindenféle okmányra, amit a házban találunk. Mindenféle úgymond kacatra, ahogy Gáspár bácsi is annak idején fogalmazott, amikor mondta az embereknek, hogy ha nincs pénzük, akkor hozzanak kacatot, mert azzal úgymond a fizetséget is ugye az elvégzett munkáért le lehet tudni, és így gyűlt fel neki az a gyűjteménye, ugye, amire aztán újra megnyithattuk a múzeumot. Tehát minden olyan emléket meg kell őrizzünk, ami a település múltját erősíti. Illetve hát sok fontos emberről megfeledkezünk, sok fontos olyan emberről, na és akkor most pont dr. Fábián László fog eszembe jutni hirtelen, aki ugyan bodosi volt, de barótért mindent megtett. Én a múlt héten felsoroltam, hogy milyen részekre osztottam én fel elképzelésem szerint ezeket a beszélgetéseket, és akkor most már megérkezünk egészen az Antal utcáig, mert hogy valaki azt mondta nekem, hogy a felszeg az az Antal utcáig tartott. Na most akkor a fő utca, ugye a Kossuth utca, az Antal felszege az Antal utcáig tart. És akkor a Józsa utca és az Antal utca kerültek be most ugye mellékutcánként. És akkor, ha már én így felosztottam szakaszokra, én akkor nem bánnám, hogyha Melinda, igen, Jutka és Gyuri megszólalnának, illetve ha tudják, akkor kiegészítik egymást. Nagy örömmel köszöntök mindenkit, aki megjelent a mai napon, és akit érdekel Barótnak a múltja. Már amennyit én is tudok, mert én a nevem Gál Melinda, 1963-ban születtem Baróton. A Kossuth Lajos 13 szám alatt nevelkedtem, és jelenleg is itt lakom. A szüleim Gál Tamás és Hegedűs Klára, akik szintén Baróton született, római katolikus családban születtek, és római katolikus vallásúak voltak, még a nagyszülők is. Édesapám mestersége inas iskola után cipész volt. Nagyon kevés ideig dolgozott a cipészműhelybe, aztán olyan nagyon szerette az állatokat, hogy annak szentelt egész életét. Édesanyám rövid ideig dolgozott pénztárosként Magyar Hermányba, és árván nőtt fel, ezért szorgalmas volt nagyon. Ő is hozzá volt szokva a fölműveléshez, az állattenyésztéshez, mert hiába volt mestersége a nagytatának. Télen úgyis azzal foglalkoztak, nyáron pedig mindenkinek mező és állattartás volt a megélhetése. A nagyszüleim az apai ágon, Gál Tamás és Daniel Mária, aki szintén nagyszüleje itt a mellettem ülő Jolánkának, tehát unokatestvérek vagyunk, és 8 gyermeket neveltek fel. 9 született, és ugye a nevekére elsorolom, hogy milyen neveket adtak ezelőtt. Tehát volt Imre, András, Anna, Vilma, Borbála, Lajos, Mária és Tamás édesapám. Mi nagyon szép emlékekkel maradtunk a nagyszülőktől, mert szövőszék volt, varrógép volt, sokan összegyűltünk unokákként,
szabadott minden. Szalmás kertbe bujócskázni, a fiúk ugye mindig kín voltak, de mi lányok, ha benn voltunk, a varrógéphez ültünk, tehát már megtanultuk, amivel ők is foglalkoztak télen. Aztán nagymamám testvéreiről hallottam, legalábbis ötnek a nevét is tudom, a Daniel családból. Még a Gál családhoz hozzátenném, hogy Gál Irénke néni, a Kászoni Gáspár bácsi felesége, unokatestvér volt. Tehát mind-mind szorgalmas emberek, de földművelésből éltek, és állattartásból. Irén néni még volt Budapesten is. De ott is született. És nagyon sok minden jót hozott magával. Tehát sütni, főzni, konyháját, varrást, minden olyan extra szépen tudta. Kászoni Gáspár bácsinak a második felesége. Igen, igen. Tehát ki tudta hozni a legszebbet, a legjobbat, és elhívott, mikor gyűjteményt készített is. Na, még arra emlékszem, hogy a szekrénybe, az üveges szekrénybe volt egy picurka fekete csizma, hogy csizmadia volt a nagytata. És az volt a munka, a mester munka. Talán a múzeumban megvan most is, és fontos volt az, hogy a szépre figyeljenek, a jóra. Az anyai nagyszüleim pedig Hegedűs Lajos és Keresztes Ida, mind a ketten sok gyerekes családban nevelkedtek. Azt tudom, hogy nagymamám még 10 születtek, és mind a 10 épp egészségesen felnőttek, tanították egy párat közülük. A nevük Keresztes Ida, legnagyobb testvér volt Julianna, János, József, István, Erzsébet, Anna, Cecília, Teréz, Rózália. Itt voltak olyan testvérek, akik tanítónő volt, például annak fiai orvosok lettek, és 10 évente tartottak keresztes találkozót. Nekem testvérem 2 született, ten voltak még, nagyobbak, mint én, Csaba és János. Csaba jelen pillanatban is gazdálkodik. János testvérem, ő traktorista volt, meg volt szegény, jóisten nyugtassa. Nekem a tudatos emlékezés az otthonomban az volt, amikor egy nyári este, tudom, hogy 2 ágy volt szétnyitva, és mosdás, vacsora után jött édesapám, imádkoztunk. Letérdelve az ágy széléhez, nagy testvéreim tudtak már, folyékonyan mondták az imádságot, és nekem nem ment az imádság. És akkor tanultam meg beszélni. Tudom, hogy minden parasztháznál kereszt volt a falon középen, és a Mária kép és a Jézus képe volt 2 oldalt. 2 ágy volt, és az, mikor meg volt vetve, egy olyan érdekes, dicces párna volt a közepén, és na most elmondok egy történetet, hogy testvéreim nagyobbak voltak 7 évvel, 5 évvel, mint én, és mindig küldtek vissza, hogy menj vissza, mert te leányka vagy, menj vissza, mert te kicsi vagy, és én vissza is mentem, bementem a szobába, és úgy felhajtottam az ágyterítőt, ahogy volt megvetve az a 2 ágy, befeküdtem, és elaludtam, édesanyámék délután kerestek, este felé. Hol van Melinda? Összekeresték Patakmartot, mindent, mert fürdeni mentek a testvéreim, hogy nincs meg a lejánk. Az egész szomszédság keresett, mikorra én aztán felébredtem, és otthon voltam. Tehát összefogott a szomszédság a keresésemre is. Aztán arra még emlékszem, hogy tehén mindig volt. Tehát arra, hogy nekünk tehén ne legyen, olyanra soha nem emlékszem. És nagyon sokan jártak hozzánk tejér. El a szomszédságtól már mindenki. Ugye volt egyszer csak egy tehén, egy disznós, egy pár darab jó. Aztán emlékszem, hogy téglát vettetett édesapám, ott lenne, ahol a borvíz van, az alsó borvíz. Ott ki is égették, csűrt épített. Került 3 tehén, 2 ló, 20 jó, majorság, disznó egy jó pár, és abban az időben, amikor az üzletekben nagyon keveset lehetett kapni, akkor nálunk nagy bőség volt. Tehát ebből
éltek az én szüleim, a teára az volt a fizetés, állatokat eladni, értékesíteni azt is. Na, vásárba menések is egy olyan érdekes volt, mert mentek a tejjel a gyárba, a csarnokba, ott megegyezték, hogy kik mennek vásárba, Julián akkor is, Szent Márton napján, és akkor a gazdák mentek a vásárba, aztán aki vásárolt, az gyalog hazajött az állattal. És mi imádkoztunk, hogy édesapám kerüljön haza, mert most tehenet hoz, és vagy lovat vesz, és ha kell, egyedül hozza, vajon jön-e Vargyasig valaki Szent Mártonból, vajon a hagymáson hogy, tehát imádkoztunk este, amíg hazajött. És olyankor vitte reggel az egész pénzt, amennyi volt, egy fakazettába tartottuk, de a pénztől mi nyugodtan voltunk, tehát hetekig nem kellett a pénzhez nyúlni. És pénzről lévén szó, úgy emlékszem, hogy fiaim mondták édesapámnak, hogy szegény tatas, mondta, hogy csak voltam lelkem. És pénzbe, tehát mindig kitudtuk, édesapám, hogy a kollektívban dolgozott, voltak olyan cigányok, akikkel dolgozott, hogy felköltötték éjjel, hogy Tamásba adjon 100 lejt, mert a gyermek beteg, hogy éjjel vinni kell. Vagy házvitelkor segített édesapám. Tehát a segítség az megvolt az unokatestvérek részéről már a házépítéskor. Mert úgy elmondta, hogy a bardotok jöttek segíteni a házat építeni. Akkor ablakot, ajtót csinálni, akkor Román Jenő bácsiék, akkor elvártak a pénzzel, vagy állattal fizetett, segítették egymást. Amire emlékszem, az a Tamás nap volt, mindig azt nőknapja körül volt, arra nagynéném Vilmika néni Brassóból hozatta az élő szektűt, mert akkor Baróton nem volt még az virágüzlet. Tehát egy ideig összejártak a testvérek, amíg aztán nem nőttek meg a gyermekek, és mindenki az ő családjával ünnepelt. Tehát erre az egy napra emlékszem, hogy ünnep volt nálunk. Mi eljártunk Julianna napra, József napra, vízkeresztkor szabadott csak a karácsonyfáról leszedni a cukorkát, és megenni. Tehát addig kellett türelem legyen, még ha úgy kívántuk, hogy akkor is, ha ránk volt szólva, amiket nem vertek. Édesapám férhez adott, soha hozzám nem jutott. Tisztelte édesanyám is. Tehát egy olyan érdekes volt, hogy úgy szóváltás volt, de nem volt harag, s nem volt... Jaj, nem volt olyan, amiket én azután hallottam, s éltem meg. A kollektívban dolgoztak. A kollektívban pedig emlékszem, s lehet, hogy elmondom most Jolánka helyett is, még Jutka helyett is, hogy emlékszem, a cséplőgépre például, vagy arra, hogy melyik pajtában milyen állatok voltak. A szekérszínre, a kútra, a fűzfával, a szomorú fűzfával, hogy volt lóistáló, volt tehénistáló, volt disznóknak, volt egészségügyi szoba. Volt még óvoda is, voltak az irodák, volt kerekes műhely, még úgy lehet, hogy mészárszék is volt, mert én emlékszem, hogy most is a pincében mértek reggel. Volt tejház, ahol a fejtejet vitték minden este reggel az ottani. Aztán voltak pásztorfogadások. Lehet, hogy hosszúra nyújtom a beszélgetést, de olyan jól esik említeni, mert olyan szépek voltak. Aztán a teljesek közül is nagyon sokan voltak, például a doktor úr Rádúj László, aki állatorvos volt a kollektívben, tőlünk vitte a tejet, egészen a blokkba le kellett hozza. Sok tapasztalatot kapott édesapám tőle az állatokkal kapcsolatosan is. Akkor volt Bodosi Dani bácsi, ő is tejet vittek tőlünk, Mária néni nyugdíjason, sokszor elbeszélgetett édesanyámmal. Lehet, hogy akkor nem, de azután nagy-nagy tisztelet övezi, tudva azt, hogy édesanyám még Hermányban dolgozott, vásárolt egy képet, amin nyár van és fürödnek. És mondta, hogy egy szekérderék kép volt, és mindent tudta adni Hermányban a Dani bácsi. Aztán nagyon sokan, tehát itt felsoroltam, vagy 25 olyan család.
nem akarom a neveket mondani, de nagyon sokan jártak hozzánk, ami biztosította a megélhetést. Édesapám nagyon humoros ember volt, és mondta, hogy pénzre kellek, s pénzre fekszek. Hát aki gazdálkodással foglalkozik, az tudja, hogy mire értette ő, este is, reggel is, de mégis volt ez a humor benne. Aztán a szomszédokat, ha felsorolom, hogy kik voltak, nem tudom, hogy úgy mondjam-e, hogy szembe szomszédok kik voltak. Hát na, az egyik soron a Bardoth József lakott, Balogh Julianna néni, ő minden nap templomba járt. Bardoth Jóska bácsi pedig unokatestvér volt édesapámmal, nagyon sokat segítettek egymásnak, jó viszonyban voltak mindig. Beke Lajosék laktak utánuk, aztán volt a Szövőde, ami megszűnt és gumigyár lett, de én még emlékszem rá. Lakott Simon Béla, ő Szűcs volt, aztán mindenki mesterséget váltott, ahogy jött a változás. Tehát volt egy kert előttünk, ott még nem volt beépítve, és át lehetett látni a József Attila utcába, a kollektív felé. Azután beépítették, Kolumbán Ákosék költöztek. Nagy Ferenc volt a vállalkozó. A köműves vállalkozó volt. Talán a legjobb viszonyban velük voltunk. Akkor volt Kászoni László, Mihály. Ince Ferenc. Mihály. Köszönöm. Mihály, de Lászlóra Legesőt emlékszem. Nem mondtad, Kolumbán Bábor. De itt a túlsó felé. Túlsó felé. Kászoni Lászlóra emlékszem én. Az a kisebb volt egy kicsi komédia ott. Csak hallottam gyermekülme. Nagy Feri bácsi, hogy te jött, sokszor híreket ilyent olyant hallottunk. Aztán volt a baptista imaház, többek között a baptista tisztelet és úgy Budai is tejé járt hozzánk. Ince Kálmán, Veres István, Bóér Imre tanár úr, ő lakott utána. Akkor volt egy kicsi ház, én úgy tudtam, Dombi néni lakott benne. Dombi néni, igen, amelyik aztán ide leköltöztek a kórházba. Molnár István, László Jóska bácsi. Igen, azt megvették. Milyen igen, Józsa emesék, Gál Lajos lakott, igen, még úgy, úgy süket Gál Lajos. Süket Gál Lajos, akkor úgy ismertük, nem tudtuk, de nem voltunk rokonok. Akkor Farkas... Farkas Imre bácsi, Imre bácsi. Ő Úri Szabó volt. Igen. Aztán volt a Csiki Béla bácsi, Jolánkának az édesapja. Lehet, hogy sokat beszéltem, de elmondtam, hát elmondom, a gárókonokat. Akkor nem kell én elmondjam. Kollektív... Hangosan, mert hát igen, nem valószínű. A kollektívról, amit tudtam. Ez mindenkire érvényes. Jó. Nagyon hangos. És Bogdán Gyulára emlékszem. Bogdán Gyula bácsi kalapkészítő volt. Igen. Szőrös Popedás. Igen, Szőrös Popedás. Játszottunk is. Jó lett volna, igen, meghívni. Szóba került. Amit még úgy megemlítenék, azt, hogy emlékszem még a Szenes Vasalóra, és hogy mekkorát változott a világ egy olyan röpke 15 év alatt, hogy 15 év alatt lett villany, lett műút, lett gázbe vezetve, vízbe vezetve, még kút se volt, kerítéses, minden lett. Tehát édesapám nagy megelégedéssel volt, és mindig örömmel, és utolsó percig tehén volt, ló volt, állat volt, gazdaság volt. Emlékszem, fonalat vettünk, Varga, Anuska néninél, nagymamám még szőttek, tehát sok ilyen régi dologra is emlékszem, s erre a nagy változásra is, ami történt közben. Jóra fordul, én azt hiszem mindig, de nehéz elfogadni a régit az újjal. Nagy változás. Fontos, hogy azért mi is a példájukból merítünk most időskorunkba erőt, hogy ők hogy éltek és megbírták, nekünk is meg kell bírni a szülőföldön. Ennyi volt. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen, és akkor... Én következem. Igen. Dakó Gál Judit vagyok, Baróton születtem. Édesapám Gál Béla, édesanyám Bardoth Mária volt, nagy családból származtak. A szülők, nagyszüleim,
foglalkozása a nagyapámnak, a gál nagyapám bányába járt, a nagymamám nem dolgozott, csak otthon. A 13-an voltak testvérek, felnőttek, mesterséget tanultak, elkerültek Köpecre, Csíkba, Kolozsvárra, leányok elmentek szolgálni mindenfelé, úgyhogy Baróton is maradtak négyen. Édesanyámék is ugyancsak 13-an voltak testvérek, Bardusz nagyapám Nagybacomból származott, nagymamám pedig Baróti volt, Daniel Rozália, ők is sokan voltak testvérek, a Melinda nagymamájával édestestvér volt, és itt laktak ők is a Kossuth utcába, már nem bent, hanem kint. Na, még ezt elfelejtettem mondani, hogy Bóér Imre bácsitól hallottam, hogy a mi utcánk, az a kicsi utca a mező felé, valamikor Takó utca volt. De ezt még édesanyám még se tudták, olyan régen volt az. Nagymamám, ő a kollektívben dolgozott, a kertészetben, mikor már volt, azelőtt nem dolgozott, és nagyapámnak pedig ő is szipész volt mestersége, de általában ugye lóval fuvaroztak, inkább azból azóta megélhetés. A testvéreim, hárman voltunk testvérek, az öcsém itt van, a másik öcsém sajnos már elhunyt. Béla volt és György. Hát édesapám asztalos mesterséget tanult és folytatta is, édesanyám pedig leányul a szövőgyárba dolgozott fent, amit említett Melinda is, de férhez menetel után otthon volt, majd a kollektívba dolgozott. Hát gyermekkorunk, azt tudom mondani, hogy szép volt. Szép volt. Nem volt sem tévése. Én, még az én időmben úgy is volt, hogy a villanyt elvették. Nem a Csau világ, hanem még azelőtt. Petróleum lámpa is volt. Édesapám is építkezett, mert a szülői házba költöztünk be. Azelőtt, ahogy összeházasodtak, én és a nagyobbik öcsém lent születtünk a Vimlika néni apossáék házába. A Salatti ház, úgy hívta édesanyám mindig, házbérbe. Aztán majd felkötöztünk ide a Kicsi utcába. Édesapám épített egy szobát nagyanyámnak, és mi a kettőben megvoltunk. Ott nőttünk fel. Az udvaron kút volt, de fürdőszobánk nem volt. Már azután, ahogy a modern világ lett, annyit biztattam édesapámot, hogy nekünk is kéne. És azt mondta, hogy olyan kicsi az udvar, hogy nincs hely emésztőgödörnek. Mert ott a kút, hátul vannak a tehenek, mindig volt két tehén, és nincs hova emésztőgödröt csinálni. Úgyhogy fürdőszoba nélkül nőttünk fel. Na, de most van a blokkba. A szomszédok mellettünk közvetlenül Hegedűs Béla bácsi és Etus néni, nem tudom a leány neve mi volt, ők laktak, idősek, ők kihaltak, a fia, és Ilonka néni, ő Simon leány volt. Bene Etus. Nem, Bene Béla néni. Bene Béla, akkor... testvére volt. Ja, igen. Igen, Etus néni, igaz, Bene volt. Na, ott volt három gyermek Béla bácsiéknál, ilyen velünk egykorúak, Gabi János és Győző. Ők, Gabi van egyedül itthon, János van Csehszlovákiában, azt hiszem, hogy Brassóban van Győző. Alulfelül pedig volt Varga Mózesék, Anus néni keresztes leány volt, de én már a bácsit nem ismertem, csak Anus nénit, nagyon sokat jött be hozzánk, nagyanyámnál, óraszámra, szúnyodott, mondta nagyanyám, Anus, ne lásd az ágereket, menj haza, feküdj le. Voltak ilyen jó dolgok.
kívül Varga Béla bácsi, na nem, még van egy kicsi ház, ott Gere Anna néniék laktak, de ők időskorba kerültek haza, gyermekkorunkban mindig üres sem volt. Ők is ott laktak volt. Varga Béla bácsiék laktak kívül, az utca sarkán pedig Csorja néni, ott is már csak a nénit ismertem, egy fia volt, az Magyarországra elkerült volt, de nem járt haza, úgyhogy nem is ismertem. Ott most Olá Leventéjék laknak. Mellettük pedig Bardosz Attiláék laknak, édesanyámnak a szülői háza volt. Tovább nem menjek lefelé, Fekete Annáikig. Hát így nálunk a családban volt az a névnapolás. Édesapám nagyon-nagyon szoros kapcsolatban volt a Bardosz sógorokkal. Ő inkább a Bardoszokhoz tartott, mint a gálokhoz, sajnos, ha bár testvérei voltak. Meglátogatta, de úgy nem, mint a Bardoszokkal. Nálunk is úgy volt, hogy mikor építés volt, mindenki ott volt. Nagyon-nagyon volt ez a kaláka, segítették egymást, kinek milyen mestersége volt azzal. Aztán a névnapok, ott mindenki ott volt, és ott annyit kellett venni, hogy annyit kellett igyanak, hogy a bor fogjon el. Nálunk édesapámhoz a cigányok jöttek zenélni. Zsandárik ott voltak, hogy haragudtak. Úgy, Leánka és Leányocska. Hát azt hiszem, hogy még ha az öcsém valamit eszibe jutott. Én csak azt tudom elmondani. Ezeket tudjuk. Jó volt. Nálunk csend volt a... Tessék? Az utcában volt-e valaki, aki szívesen jártatok gyermekültére? Mindenkihez. Jaj, mindenkihez. Ja, így közvetlenül éppenséggel nem, mert öreg nénik voltak, de aztán felmentünk Román Jánő bácsiékhoz, és a német Gerikéjékhez, a disznópajtába játszottunk, ha nem volt disznós. Román Jánő bácséknél kisíkáltuk, és kimeszeltük, és ott játszottunk, és otthon pedig a szín alatt, a kemence tetejét addig játszottunk, hogy a vakulat lement, ilyesmi. És voltak a szilvafák. Hát hol? Kint a mezőszélibe laktunk, és voltak a szilvafák, egyiken lakott, és a másikon mászkáltunk. Mentünk a patakra fürödni, mikor akkora voltam, nekem már meg volt a mosogatás. Persze, hogy mielőtt jöttek volna haza, mert édesapám, mikor munkából kijött, ment édesanyámnak segíteni a kollektívba. Trop, hátra, csirkék, mind ott voltak, mert nem adtunk enni. Reatapottam úgy, szegény, jaj, elvitte a másik. Mondták, mikor hazajöttek, legalább miért nem dobtad el, ne hordozzák az udvaron, mert kinyomtam a hurkáját is. És akkor hamar vizet, mert kellett mosogatni. Mert egyszer ebéd után nem mosogattam, hanem mentünk fürödni. Igen, igen, igen. Aztán volt olyan is, hogy édesapám, ő mindig olyan volt, hogy előkészítette a fát, a hamut kiszedtük, a szenet, fát, mindent elirakott, én pedig kiszedtem, már nagy voltam, dolgoztam a tejgyárba, kiszedtem a hamut, disznóvágás volt, és ahogy beraktam a forgácsot, oda lehullott, és szépen egyszer a csempeleje kiduvott. Olyan is volt. Na de fiam, hidegbe aludtunk, és jött Fúrus bácsi, és újra rakja. És újra rakta. Igen. Én nem is emlékszem, hogy valamelyik még a fiúk se kaptak volna ki, hogy na most. Pedig voltak többfélék, ilyen-olyanok, de cirkuszok nem voltak. Édesapám nem volt. Ő a tehenekre reakiabált, de aztán nálunk nem volt bent. Igen. Azokat tudta, azokkal tudott. Mindig volt két tehén, tej volt. Olyanok voltunk gyermekkorunkban, hogy este megettük a puliszkát, a tejet, és úgy is kellett a csuporba a tej, mert nem vacsoráztunk. Mi azon nőttünk fel. Annyira szerettük a tejet. Jó, részletes tömör bemutatunk. Hát most én jövök. Hát Virola Mária vagyok. Csiki Jolannak születtem, Máriának. Nagyanyámék és nagyanyáink ötön voltak testvérek. De összeszámoltam az ötnek 32 gyermeket.
45 gyermeke volt, az ötnek. Nem, 13. Édesanyám most halt meg, Isten nyugtassa, Marcius Csendigén temettük el. Azt mondta, fiam, most számoltam, nem olyan rég meg. 100-an voltunk első-második unokatestvérek. Igen, második. Hát, nagyapám még 16-on születtek. Abból haltak is meg egy páron, de ő se tudta pontosan, hogy ma mennyien vannak. Nem tudta. Nagyapám nem tudta, hogy hányan vannak, mikor még annyi, hogy elég korán meghalt, már 64-ben, és én 58-ban születtem. Mindig azt mondta nekem, te Jolán fiam, az Isten tagadódott. Így szólított nagyapám. Hát ők is úgy voltak pont, mint a Jutka szülők. Na de mi unokatestvérek aztán annyian lettünk, hogy rengetegen. Már nem tudom elsorolni sem, hogyha most volna idő, sem tudnám elsorolni. Minden utcában rokonság volt. Nagyanyámmal elmentünk, nagyanyámmal. A rokonságot lementünk egészen oda, mit tudom meddig, mindenütt rokonság volt. Na ez a Gál família volt, a Gál család. Többek között a 16-ból, hát azt mondta, 9-11 valami ilyesmi, kettő apáca volt Franciaországban. A levelet elhoztam egyet, hogy milyen levelet ír. Aki esetleg én csak nagyítóval tudtam kiböngészgetni, szép írás van. Na de viszont érdekes levél, hogy egy apáca hogy imádkozott az itten, itthon, 34-ben van. Az itthon maradott a kért. Nagyapámnak a testvére Anna. Hát ez a felső, hát itt ami játék volt, ami hegyoldal, ami domb, ami Epedet, Málnát, Somót, a fák meg voltak jegyezve a szőlős oldalra, mindenkinek saját fája volt, melyik volt. Fácánokot néztünk, mert telepítettek. A patak egészen a malomkárt, a miénk volt, gyümölcsöt loptunk, elégszer. Na de hát a Molnár Tibi bácsit ismertük, ők voltak a Molnárok. Úgyhogy mindenkit ismertünk Barótot akkor, most már nem. Hát én 58-ban születtem, 8 osztályt itt jártam. A négyet Marosvásárhelyen ilyen mindenfélét megtanultam. Kezdtük mezőgazdaság, állattenyésztés, állategészségügy könyvelés. Szakiskola volt, már szakliceum volt, és 4 évig ott voltam, de kicsit kiesett már, abban az időben voltunk, hogy inkább lejöttünk, s bulik voltak s iskolába. Hát tanárokra is egy jó, nem voltam minden jó tanuló, de úgyis elértem, amit el kellett, mert nem is kértek engem annyira, hogy most hányos kaptál, ne bukjál meg fiam, s az jól van. Legtöbb 4-esem zenéből volt, ő ismeri Fazakas Rózsika néni, énekkarba kell járni fiam, elég jó hangod van. Mondom, hát én nem szeretek, én az éneket szeretem, de énekelni nem tudok, egy helybe állni nem tudok. Hát, nem menjek, hát menjek inkább atlétikára, menjek sportkörökre, mert azt szeretem. Rajzolni is nagyon szerettem. Gözt is elemlegettem, mert ő szobrálkocs, még azt is szerettem a mostani tanulóklubjába, vagy tanulóklubja igazi. Ott volt két nagy eperfa, de akkora óriások voltak, hogy minden nap ilyen kék volt a szájunk tőle. Kraft, Götz, leült, téglából megmutatta, hát tanítgatott szobrokot készíteni. Úgyhogy ha lett volna segítség tovább, ő nem megy el, akkor biztos, hogy megtanultuk volna. Mert én például nagyon szerettem azt a simogatását neki, hogy tudta simogatni azokat az agyagot. Olyan simmal, olyan szépre. Akkor ő is ott lakott az utcában egy darabig, Götz. Sport volt, minden este ment, na ő is tanárunk volt. Itt Csáki bácsit megemlíteném, nagyon jó tanárunk volt. Pacsa bácsi még jobb volt, a fiam. A milyen erdőkben mentek, mit tudom mi húzta, vagy a leányokra, hogy jegyezzük meg. Hát meg is tanultunk francia, vagy a földrajzot. Mindenkire úgy tisztelettel voltunk el. Minden tanárunkat tiszteltük. Például Tatár Zsuzsa tanárnő nincsen itt. Ő nagy, a Csiki Ágon, a férje, második unokatestvér, édesapám volt. És kihívott a táblára, hát mondom, én tanultam, mert én szerettem, hogy tudjak, de hát nem ültem annyit, mennyit kellett volna. És íratta felám fel, hogy a Csiki Havasokba. Én írtam. És azt mondta, hát erre figyelte. Te még a nevedet se tudod leírni? Hát mondom, én a Csiki vagyok. Jó, de hát az Csiki. Hát mondom, de én röviden írom. Nem hosszú ível a Csiki Havasokba.
Az utcáról pedig a Kossuth utcáról nagyon sokat én nem tudok mondani, mert azt megnéztem, hogy már a 30 hányos leveleken, mint Kossuth utca, felső Kossuth utca van. Na de viszont nekünk a Felszeg volt minden, és a forduló. Mert én is ott laktam egy kicsit lennebb, 5 perc volt mamáékni menni, Melindáékni, 4-en egymás mellett laktak. A forduló úgy, az... A forduló, ott a kollektívnál, ahol ja, ott lakott Kovács Jóska bácsi, a gyapjú tépő. Kovács Stepit. Te ismerted Stepit? Igen. Józsika, Stepi, Margitka, azt hiszem a lánytestvérük. Vagy Edit, tényleg Edit. És akkor, hát ennyi volt az utca, forduló volt mindenünk, a kollektív Melinda elmondta, hát még azt akarom elmondani a szomszédság nálunk. Ki kell emeljem Józsi Zsák bácsit, mert mi is, mi Melinda elmondta, hát azt nem mondta el, hogy az én édesapám és az édesapja katona kollégák voltak, sógorok lettek, és végig jó békességben egymást szerettük az édesapjával. Hogy Józsa Izsák bácsi volt, ugye nekünk is lehenek voltak, a szomszédok jöttek, ott megkezdve Józsaéktől és Milleréktől, a gyermekek kicsi piros csuporon, az egész ott ült a pajta előtt, várták a habos teját. És tehát jöttek haza a csordából, és répa le volt öntve a földre, akkor majd répa, mit tudom milyen répa, és felkaptas, hogy lecsaptak, hát megijedsz lenyelt. És akkor mindjárt hívtak, amelyikkel kiemelten emlékezett Sikó doktor úrra, állatorvosra, mert ő éjjel szóltál, ő nyomba motor, volt egy kacska motorbicikli, ahol érkezett. Ő próbálta, hogy mit tudom, milyen szondával lenyomják, így úgy, de azt mondta, nem lehet lenyomni. Mert olyan helyen van, hogy nem megy, lehet, le kell vágni a tehenet. Levágták a tehenet, mit tudom, a húsával biztos mészárszékház, az volt oda vágták. És Józsi Izsák bácsi, ők baptista felekezetűek, most is jelenleg is gyapjúszövők oda fent. Reggel jön, azt mondja a csíki szomszéd, hallottam a tehénnel milyen probléma van, van-e valamire szükséged, ha nincs elég, segítek. Na így volt mindig, ilyen szomszédságban voltunk. Meghívtak sokszor a templomba, ilyen hálaadási napokra. Elmentünk, mint gyermekek is, nagyon jó viszonyban voltunk mi együtt. Ott nagyobb állékkal, mindenkivel, úgyhogy Müllerék, a család, ott tőlünk hordták a teját. Akkor még azt akarom elmondani, hogy még a Gálpa bácsi is valamilyen utomódon rokonunk volt, csak nem tudom, hogy honnan. Már tudom, hogy édesapámat elmondjam, Csiki Béla, 1928-ban született, 4-en születtek testvérek. 1887-ben született Csiki nagyapám, 96-ban Csiki nagyanya. Na de ők 1932-ben mind a ketten egy éve meghaltak. A 4 gyermek árván maradt. A nagyobbik leány 14 éves volt, férhez adták a Híd utcába. Azt akarom mondani, hogy a Híd utcába is kellett volna ilyek, mert ott születtek, a Csiki Jóska bácsi testvére volt neki. És a Tata, a tiétek, Petrés tanító bácsi, ugye ők is ott laktak, hát ezt akarom elmondani, hogy az egyik, volt egy Jolánka, az illettem én is Jolánka, vagy Jolán, elvitték, örökbe fogadták, Bécsre vitték. Hát 21 éves kort megírt, egy szép képeslapot küldött, gondoltok sokszor nám Jolánka, magyarok voltak, innen települtek ki, és haza akart jönni, nem tudom miért. És a gázt úgy hagyták, és mind meghaltak, mind a hárma. 21-22 éves lehetett. Édesapámat pedig árvaházba akarták adni, 4 éves volt, mikor mind a két szülő meghalt. Nem tudom, ma ki volt a plebános, azt mondta, hogy hát Daniel, mert az volt az érdekes, mind a két nagyanyám, az egyik Daniel Mária volt, és a másik Daniel Anna. És én mindig mondtam, ha nem voltak rókonok, hát hogy lettek volna rókonok. Az egyik Daniel volt, és a másik Daniel. Daniel Anna, Daniel Mária. És Petrus Tanító bácsiról még azt akarom mondani, hogy ugye kijárták, mert édesanyám is kijárta a hétpolgárit. Apja, apukám, ő azt hiszem 6-ot járt. Ma aztán csak, mint Melindának az édesapjával a Suszterájban dolgoztak, amelyik ott a papilak alatt emlékszem, hogy ott volt előre, nem előre, másodszor ott dolgoztak, de ő is rövid ideig a bányához került a transporthoz, a szállításhoz.
És románból megbukott negyedik osztályból. És ugye lejárt a nyári vakáció, dolgoztak, inasnak adták pont, mint Melindának az apukáját. És na, kezdődött az iskola össze. És ugye apja kellett menjen a negyedik osztályba. Petres tanító bácsi Edónak a kantortanító volt. Azt mondja neki, hogy Béla fiam, hát te mit keresel itt a negyedik osztályba? Hát tanító bácsi, hát megbuktam románból. Hát fiam, magyar világ lett közben, hát menj hát hamar az ötbe. Miért sok nem olvastak akkor? Így volt, de komolyan mondom, és akkor is volt, mert 28-ban született apja. És akkor hamar átmenti az ötödik osztályba, mert magyar világ lesz, ak közben magyar világ lett. Jó, köszönjük szépen, Jolánka, igen. Gondvár Sádóni vagyok, Takó Éva, jelenleg Vargyason lakunk, de Baróton a Kossuth utca 62 szám alatt laktunk valamikor, és az elődők 1700-as évek óta mind ott laktak. Hát édesanyám azt mondta, hogy a szülők valamikor a Pál család a Kézdi Szentlélektől jöttek ide. És volt egy ilyen mondás, hogy három széki ne higgy néki, hogy nem tudom miért ott nem találták fel magukat az én nagyszüleim, és aztán úgy jöttek ide Baródra. Akkor a családban már ez a Pál Ágon mind olyan tanult emberek voltak, erdőmérnök, pap, meg mit tudom én kik. Na hát lényeg az, hogy nagytatámat látták, hogy ugye jó, okos, ügyes fiú, hát pártfogolták, hogy menjen el udvarhelyre. Tehát a szülők gazda emberek voltak, de a szülők testvérei mind tanult emberek, és hogy menjen el István már a nagytatám, és tanuljon udvarhelyén. Hát ő semmiképp nem akart, mert ugye a szülő gazda emberek voltak, ő gazdaságot szerette. És aztán elmagyarázta, hogy hát ő számtanból elvágatta magát, ő tudta, hogy mit ne csináljon jól, hogy neki ne sikerüljön, mert nem akart menni. Na aztán akkor hazakerült, és elvett a nagymamámat, aki innen származik, a Baróti Szabó Dávid, itt volt a szülői háza, és összeházasodtak. Nagymamámat a nagynénje örökbe vette, mert nem volt gyerekük. Ott laktak, ahol a Gát utcában Ágoston Pista bácsiék. Először örökbe vették Ágoston Veronka nénit, Ince Pistónak a nagymamáját. És hát akkor nem volt nagy pakolás, hát egy kendőbe összeköttek egy pár gúnyát, ilyen tojant, és azzal ment örökbe a lány. Na de hát eltelt egy kicsi idő, és akkor egyszer csak ide hazaérkezett ide ebbe a bennvalóbas. Azt mondta, mi van Veronka? Hát édesapám, nem szokom a helyem. Na, akkor pakolj le! Most kérdezték nagymamámtól, hogy hát te mennél-e Ilona? Hát megyek édesapám, mert szerényebb volt. És elment akkor ő örökbe. Na, jelzem azt, ez a Veronka, nagyon érdekes dolgokat mondjunk. Ez a Veronka néni egy szép, ügyes lány volt, és azt mondta egy alkalom az édesapjának itt ebbe a vámvalóba, hogy hát édesapám, én arra gondoltam, hogy hát ki kéne nekem adja a jussomot. Hát mi mit akarsz, Véri? Hát én színésznő szeretnék lenni. Pénzzel kurvát nem veszünk. Nem engedték. Na, hát ugye általában mindazért ugye itt maradtak és gazdaságban élték le az életüket. Akkor a nagyszüleim, az én nagyszüleim ugye onnan, ahova örökbe vették, onnan eljöttek, mert ott ugye nem adoptáltották nagymamámat, és azt mondta a nagytatám, egy nagyon egyenes ember volt, azt mondta, hogy hát Ilonka, azt mondja, mi innen menjünk el, mert innen azt mondja, mi úgyse fogunk semmit se kapni. És akkor hazamentek oda a szülői háza szembe, ahol most Málnási Jóska bácsék laknak, Mikeben valóba, azt megvették. Na de hát ott nem volt csűr, ugye a gazda embernek a csűr az nagyon létfontosságú. Hát nagymamám egy nagyon törekvő iparasszony volt, és azt mondta a nagytatámnak, hogy hát te Pista, azt mondja, menjünk ki Amerikába. És akkor ők szépen elmentek Amerikába. Nagytatám nagyon okos ember volt, 5 nyelvet beszélt gazda ember létére. Hát ők elmentek Amerikába. Kint voltak, nem tudom mennyi időt, 1 vagy 2 évet talán, és akkor látták, hogy jól összejön nekük, és ki tudnak menni, kint tudnak maradni, hazajöttek. Eladtak mindent, eladták azt a bennvalót, és kimentek másodikszor. Akkor a második út alkalmában született édesanyám. Tulajdonképpen nem is Amerikában, hanem a hajón. Ugye hosszadalmason, igen. És akkor azt mondja édesanyám, hogy amikor
iskolás volt, hát akkor édesapámmal egyidősök voltak, csak ugye akkor leányosztály volt, fiosztály. És akkor anyának nagyon göndör haja volt, és mindig mondták, hogy tengeri malac, ugye a tengeren született. Olyan hosszú utazás volt, hogy a hajón megszületett július 22-én, és augusztus 22-én volt beírva a születési igazolványába, mert akkor ugye, amikor partot értek, és ott letelepedtek minden, akkor tudták bejegyezni. Na. Akkor kint voltak, hát nagytatám egy ilyen gazdatiszt volt egy ilyen farmosnál. És akkor nagymamám pedig annak a csoport munkásnak főzött. Hát Edmonton vidékén volt a Kanadában nagyon hideg égőv, és akkor, mikor anyja fél éves volt, akkor nagymamám lebénult. És akkor a nagytatám ugye, hogy fél éves gyermekkel bénasszonnal nem volt mit csinálni, hát összetedelőzködtek, hogy jöjjenek haza. Ezt akkor ugye ilyen kontinentális levegőváltozást ajánlotta az ottani orvos. Mikor elérték a francia partokat, akkor nagymamám helyre jött. Na, hát akkor már nem fordultak vissza. Nem fordultak vissza, ugye hát, hogy sokkal úgy enyhébb az időjárás. Nem mentek vissza, akkor hazajöttek. És harmadikszor is készültek, de aztán akkor, ez 29-ben született édesanyám, harmadikszor is készültek, de aztán akkor nem mentek vissza, mert meghalt közben a déd nagytata, meg mit tudom én mi, akkor jött a háború, aztán nem mentek vissza. Na hát akkor édesanyám ugye ebben a családban született, nagyon okos, ügyes lány volt, de egyedülvaló leány volt. Különben ott Amerikában született két testvér, azok ott vannak eltemetve. Itt aztán anyjának egy később 7 év múlva született egy testvére. Na de mindenképpen azt akarták, hogy legyen tanítónő. Ugye akkor kellett mindent készíteni, mikor mentek itt képzőbe, párnát, paplan, mindent el volt készítve. Volt a családban egy valami Teréz néni, Ince Teréz néninek hívták a nagynénit, és az mindig mondta a nagyszülőnek, hogy hát mit gondoltok, hogy egyedül való leányotok van, azt mondja, hogy olyan eladjátok magatoktól. Addig mondtak, hogy lebeszélték édesanyával. Úgyhogy anyja szegény tanítónőnek készült, de tényleg olyan adottságai voltak, hogy lett is volna belőle, de hát a sors ezt hozta. Akkor összeházasodtak, ugye édesapámmal született 3 gyerek, én a legkisebb, van még két testvérem, egy fiú testvérem Amerikában 1980-ban kivándorolt, többet soha nem jött haza. Akkor van még egy lánytestvérem, ő 3 évvel nagyobb, mint én, ő Szentgyörgyön tartózkodik. Visszatérve a gyermekkorra, a család életre, hát nem volt könnyű életünk, édesanyámot nem engedte, édesanyám, hogy munkába menjen, nem volt ránk, aki vigyázzon, mert a szülő gazdasággal foglalkoztak, ugye kollektívben minden nap menni kellett dolgozni. Na, hát felnőttünk, de nem volt nagy dúskálás, ugye kijutott szerényen kijutott, amire szükség volt, de én is például azért nem tanultam, mert az anyagi lehetőség nem volt adott, na az az igazság. Aztán akkor a szomszédságban a kapcsolat nagyon jó volt, rengeteg idős. Hát általában minden családban 2-3 generáció volt egy kapun belül abban az időben. De az a kellemes légkör a gyerekek, a szülők, a nagyszülők között nem voltak akkor ilyen nézeteltérések, rosszindulatú kapcsolat, áskálódás egymás iránt. Szóval megvolt az a normális szomszédi kapcsolat. Ha kellett egymáson segíteni, segítettünk. Én emlékszem gyermekkoromban is az idős embereknek segítettünk, elmentünk, elhoztuk a teját onnan, mit tudom én, Gál Tamás bácsiéktól, vagy éppen Rádu János bácsiéktól. Na, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt a viszony a szomszédságban. Akire felnéztünk, mi is a Dávid Erzsike néni volt, akit a nagyszüleim nagyon sokat segítettek, amikor az árdát feloszlatták, akkor ugye semmi nélkül Erzsike néni hazakerült. Ugye a nagyszülők, hogy gazdasággal foglalkoztak, hát terménnyel, amivel tudtak, anyagilag nem, de hát amit ők megtermeltek, azzal segítették. Akkor Erzsike néni olyan volt nekünk, mint egy nagyszülő szinte mondhatni. Akkor szintén nagyon jó kapcsolatot Varga Rózsikánnyal, aki ott lakott, ahol igen, Szakács Misiék laknak, most postamester volt, hát ő is, akkor Deágeri bácsiékkal, akkor Mikeferi bácsiékkal. Szóval effektíven mindenkivel az a igazi megbecsülési érzés volt mindenki iránt. Úgy is voltunk nevelve tényleg, hogy mindenkinek, aki tudunk, segítsünk, ma úgy, mint gyermek, ez volt a példa nekünk. Aztán akkor én közben ugye férhez mentem, 20 éves koromban, elkerültem Vargyasra. Akkor aztán visszakerültünk, építettünk a szülői házhoz egy eléggé szép
családi házat, amit sajnos csak 3 évig tudtunk használni. Volt egy nagy anyagi becsapódásunk, ami miatt aztán visszakerültünk Vargyasra, ahol most is vagyunk, de jó Isten megsegített, átléptünk a nehézségeken, megvagyunk, nekem is van 3 gyerekem, van 3 unokám, ennyi. Köszönjük szépen! Igen. Frappánsót is ezekről a történetekről, lehet, hogy még igen. Hallgatnánk, de igen. Még hát, hoztam rengeteg ilyen régi 100 éves gyászjelentőt, mindent, aztán majd még találkozunk, mert most nincs erre lehetőség. Jó, köszönöm szépen!